A kormány még tavasszal hirdette meg klíma- és természetvédelmi akciótervét. Ennek egyik fontos eleme volt, hogy támogassa a lakosság körében az alacsonyabb árkategóriájú, tisztán elektromos meghajtású autók vásárlását. A június 15-én meghirdetett 5 milliárd forint keretösszegű pályázat hatalmas népszerűségnek örvendett. Mindezt jól példázza, hogy összesen 662 magánszemély igényelte a támogatást, emellett 738 vállalkozás, köztük 294 taxis vagy személygépkocsis személyszállítást végző cég nyújtott be pályázatot elektromos autó vásárlására. Ami a magánszemélyeket illeti, 11 millió forintos vételárig maximum 50%, ám legfeljebb 2,5 millió forint volt igényelhető. Ez a gyártókat is arra ösztönözte, hogy a meglévő sok esetben a 11 millió forint fölötti alapáron hirdetett járművek árát is hozzáigazítsák a pályázathoz. Ezzel elértük azt, hogy 8,5-9 millió forintért abszolút élhető, akár komoly család számára is megfelelő járművek kerültek be a képbe, és hát a siker nem is maradt el. Ugye azt láttuk, hogy június 15-én a program megnyílt, és 16-án délbe gyakorlatilag le kellett zárni, mert nem csak az a keret, hanem a befutott igénylések, azok egy nagyobb volument fedtek le. Ezért döntött úgy az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy a pályázatot kiterjeszti és újabb 882 millió forintos támogatást biztosít. A kormány most azoknak szeretne segíteni, akik lemaradtak a lehetőségről, így mindenki, aki korábban benyújtotta a pályázatot és megfelelt a támasztott feltételeknek, részesülhet a támogatásban. Ennek köszönhetően a korábbi 2000 mellett további 230 új elektromos autó kerülhet forgalomba. Mivel a program népszerű és illeszkedik a globális környezetkímélő törekvésekhez, várhatóan számos hasonló kiírás fog még megjelenni a közeljövőben. Az Európai Unió, amit a Magyarország idén aláírt a Green Deal-ben, egyébként is kiemelten támogatott kategóriába helyezi a környezetbarát technológiákat, így az elektromos autókat. Mi avval számolunk, hogy az a széndioxid kvóta, ahogy eddig is Magyarországon ezt követően is rendelkezésre fog állni. A kormányzat látta, hogy hihetetlen siker, mert azért másfél nap. 2000 autó azért ez egy óriási siker. Nagyon sokan maradtak le erről a pályázatról, és folyik a gondolkodás arról, hogy hogyan és miképpen lehetne ezt a programot akár még az idei ősszel folytatni. Gablini Gábor hozzátette, Magyarországon még mindig magas a forgalomban lévő járművek átlag életkora. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az egy évben importált mintegy 150 ezer autó közel kétharmadának átlag életkora meghaladja a 15 évet, és igen jelentős a károsanyag kibocsátása. Ezért is dolgoznak azon a szövetségnél és egyéb szervezeteknél, hogy ilyen autók behozatalát külön adóval terhelje az állam.